Üzenem mindenkinek. Testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Nem érti ezt az a sok ember,
Mi járat itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott! Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Kitettik csontból, húsból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik, hevegve, mert végképp nem értik, ők, akik öröksébe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamás, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet element ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Isten tisztelet végeztével fordulunk át a Deák téren tartandó Jobbik rendezvényre, a Jobbik Magyarországért Mozgalom rendezvényére, a Nádor utca fele, tehát a templomtól balra, a Nádor utcán, a József Attila utcán át érkezünk a Deák tér Erzsébet tér felől részére, ahol a színpad kerül felállításra. Hirdetenné, hogy ma, ha jól tudom, este 6 órai kezdettel a Nemzeti Bizottság 2006 tartja rendezvényét az Alkotmány utcában, a Kossuth tér felüli részen. Ott a szervezők engem is kértek hozzászólásra, így gyülekezeti tagjaimat is külön szeretettel hívom és várom, de természetesen mindannyiunkat, hiszen Jótom jelen lesz dr. Morvai Krisztina is, akárcsak a Jobbik rendezvényén, a Jobbik Európai Parlamenti képviselője, a Deák téri Jobbik rendezvényen pedig tudjuk, hogy Barczó Zoltán is fel fog szólalni, illetve Burányi Levente, a Jobbik alelnök, aki itt is van közöttük, 56-os szabadságharcos, valamint Vona Gábor, a Jobbik elnöke, illetve Görner György színművész. Végezetül még egy előadást ajánlok a gárdista testvéreink figyelmébe. Jövő héten pénteken este 6 órakor folytatódik Kosaras Péter Ákos történész előadássorozata a magyar királyi csendőrségről. Érdemes tanulmányozni a múltat, hogy a közeli jövendő az minél hatékonyabb legyen, mert aggódhat a 168 óra újságíró nője, meg Betlen Betelhen János, hogy is képzeljük elni a gárda, illetve a csendőrség jövőbeni tevékenységét, akár a belükhöz, akár a hadükhöz, akár az önkormányzatokhoz lesz csatolva, a rajtunk úgy egészen biztosan hatékonyan fog működni. Ezt üzenhetjük a rendészeti miniszternek is, akinek jobbulást kívánunk minden a hadatérés reklamából, de valószínűleg ez egy hűvös helyen lesz kénytelen. Hosszú elállás.